Na. A következő jelenetben, hát azt is mondhatnám, hogy egyfajta kamaszkori álmom válik valóra, mert sokat gondolkoztam, amikor fiatal voltam, hogy milyen lehet elmenni egy gazdag házhoz, elvállalni valamilyen kertészmunkát, és mondjuk kikezdeni a tulajdonos lányával, aki természetesen úgy néz ki, mintha a Playboyból lépett volna ki. Na, hát a következő jelenetben pontosan ezt fogjuk bemutatni, mert hogy érkezik erre a helyszínre egy ártatlan kertészfiú, aki csupán csak annyit tud, hogy neki itt a kertet rendbe kell rakni, kicsit kitisztítani az amúgy elég hosszos medencét, és mondjuk maximum lenyírni a füvet. Azt azonban nem sejti, hogy egy adott pillanatban megjelenik majd a háziasszony bombán kinéző 25 éves lánya, és ki kezd vele? Mit csinál ilyenkor egy kertészfiú? Vagy tovább dolgozik, vagy belemegy a játékba, és elindul egyfajta erotikus flörtölés kettőjük között. Na hát reméljük, hogy ez történik majd. Egy adott pillanatban pedig a leányzó fölcsábítja a szobába a kertészfiút, és az igazi őrület onnan indul. Hello, megjöttetek? Szia! Kovácsné Júli. Figyelj, drága, majd a takarítónő ügyében még telefonálok, jó? Mert ez a múltkor én nem... Jó, megbeszéljük, jó? Remélem, ő meg fog felelni, de hát úgy látom, hogy de rendben lesz. Igen. Jól van. Húzunk benne. Hát, ránézésre rendben van, puszi. Úgy lehet, hogy összekent. De semmi gond. Jól van, megyek pedig üröshöz, aztán puszi. Szia, szia. Na, figyelj, drága, hogy hívnak, nem figyelj. Péter. Na. Ruha van, vagy hozzak valamit? Így nem, így jó, jó. Jól van, jól van. Szeretem ezt, mert ez a... Na, végre elégedett vagyok, mert hát a múltkori fiúhoz tötött. Pattanásos volt, mert nem voltam. Tudod, nem mindegy, hogy a szomszédok mit látnak. Nyilván. Na, jól van. Nagyon örülök. Ne, hát remélem utána is fogok. Jó, nagyon helyes vagy. Puszillak. Állázok. Péter találkozott át az anyukával, de most egy kicsit magára mondjuk, hogy hagyd tegyen, vegyen, kezdjen el füvet írni, vagy merencét takarítani, vagy amit éppen akar, aztán pedig megérkezik majd a szexre kiéhezett lány Péter, remélhetőleg legnagyobb örömére. Most még látjuk, hogy ártatlanul dolgozgat, és semmit se sejt a merényletre. Igen? Én még nem láttalak. Szia. Balajti Péter. Milyen? Balajti Péter. Szia, Bánovics Marci. Hogy vagy? Köszönöm szépen. Jó. Na, örülök neki. Csak nagyon lehet is az idő. Úgy látom, hogy most már lassan. Nem, igen, igen, szerencséd van. Nem zavar, ha én most egy picit itt fürdőzök? Nyugodtan, hát se. Tiédek. És hogy te vagy? Engem küldtek. Igen? Helyesebb vagy, mint az eddigiek. Picit lehetsz ilyen maniósabb, ilyen cicásabb, tudod, kicsit így túljött. Most jaj, de jó kocsit. Igen, jó kocsit, mit a vízbe. Esély? Júj, viszont meg fog szölni. Mert képzeld el, hogy bejöttem, és ott felejtettem az ücsimet kint. Megtennéd? Köszi! Sány éves vagy egyébként? 25. Remélem, nem fogod azt hívni, hogy én nyomulok, vagy valami. Nem. Mert tényleg csak egy unatkoztam egy picit, mert apu is elment, meg vadászni, meg nekem meg mindegyik barátom. Ha megengedett, én szívesen beszélgetek itt barátjuk. Ne menj el, persze. Úgyhogy? Jó. Sőt, ha lehetek kopátlan, akkor még kérnék még valamit. Igen? Veled. Megnyomkodnád a vállamat? Hú. Ez benne van a munkaköri leírásokban? Ketten vagyunk, úgyhogy szerintem. Én most vedd úgy, hogy én vagyok a főnök. Sajnos bőröd van. Tényleg? Kikötöd nekem? Nem tudja kinyitni a melltartót, a fürdőruhát nem tudja kinyitni. Ilyen melltartót nem fognak rajta. Szálljon ki, nem szépen. Már zavar vagyok, ezt már átidalkít. És ez komoly? De miért? Ilyen zavarba jövős vagy? Most figyelj, eljöttem először egy ilyen kertészeti munkára így vadidegenként. Igen. Anyukád azt mondta, hogy takarítsuk ki a medencét, még nyírom le a füvet. És akkor megjelent egy ilyen csinos hölgy, mint te, munkaköri kötelességen felüli dolgokat kérni. Nagyon jó. Mondjuk folytathatnánk egyébként fönt is. Nem, csak hát most én dolgozni jöttem, mint jóság szerint. Akkor nem tetszem. Na jól van. Na, tehát várjál. Ezen ne lépjünk ilyen gyorsan. De én nem akarok tőled semmit. Nagyon gyönyörű. Csak azt akarom, hogy egy picit gyere fölnök. És masszírozott van a hátam, ennyi.
Hát, fönt van a krém. Megpróbáljuk. Megpróbáljuk? Hát, ha belefér... Hát én nekem belefér. Hát remélem. Nekem van kedvem is hozzá, tehát belefér. Abszolút. Tényleg? Tényleg. Na, akkor ne legyél annyira lelkesen vele a medencével kapcsolatosan. Terítsen körbe a törölközővel. Nagyon jó, köszönöm. Akkor én felmentem. Szólok, amikor jöhet, addig megkeresem a masszázsolajt, hogy valami krémet keresek. Zene? Van egy kis zene? Most ki? Nyomok valami kis zenét tényleg, mert így látom, hogy nagyon zavartam. Nyomjál. Hát voltál már hasonló szituációban? Vagy elmentél valahova dolgozni? Igen. És utána felkerültél egy körkanapéra. Igen. És egy igen. Tündérinek mozgó lány. Igen. Felmentek. Hogy masszírozd meg a hátát, illetve. Igen. És erre előáll egy ilyen izgontóan szexis fekete bucba. Igen. Aminek köze nincs a masszírozáshoz. És mit csinálnál vele a szíved szerint? Hát... Én hallgatlak. Na mondjad. Végig simítanám a combot. Miért mond a combom? Mert imádom. Tényleg? És miért? Utána megfogom itt a csípődet. Igen. Utána végigcsomponál a hátad, teljesen nyakadik. Tényleg? Aha, de teljesen nyakadik. Utána ott megmasszíroznál a nyelvrá is. Tetszik az illatom? Imádom. És alig tudom levenni, igen, onnan a szemében. Honnan az onnan? Nem mondtad ki. Csak oda néztél. A mellegyről is. Te. És pervert, miért megesküszöm. Mi lesz a kertelszer? Hogy az anát nem foglalkozunk, most legyen olyan. Jól foglalkoz az én kertem. Hát, atyám. Hát, próbál. Hát, mi? Semmi. Vágott. Nem. Már megint vágott. Az ember hazajön, mert a pedikűrös lemondja. Már második kertész a héten, a második kertész. A villanyszárnásról nem is beszélek. Takarodjál lefelé. Tessék meg, jól van. Megyeges is föl magad, szóval mindig mindenem. Nem. Jó, adjál már. Békén. Akkor már régen rossz, jó? Most nem tudom, hogy nem fordulok a fejembe, de... Te gondolt erre?
Hát egy elég csinos lányról beszélünk, ami férfi ember számára vonzó. Igen, de Lovadévá akartam tenni? Megjárt, ezt nem kellett volna film, igen? Megfordult. Fel. Jó. Nem, de én megértem a lányomat, nagyon megfelelés vagyok. Elért, én is elértem. Nézd, na kész csapdával keveredek itt lassan. Nagyon szép szemed. Köszönöm szépen a fókot, de... Ugye én is tetszem. Én is tetszem, a csodálányos tetszem. Erre egy jó diplomatikus választ kéne adnom. Nagyon megelítő a nőket, tudod? Hát remélem, hogy nem. Jó, elfelejtjük ezt a kis mondat, jó? Hát... Azt akarom, hogy használd ezt a testet. Ezt a testet használj, a lányomat akartad, akkor én nem is akarom. Fel, legyél a csőzöm, jó? Te boldog el te kancádat. Kancádat? Kicsit. Kis dolgozás. Ilyenkor mit lehet csinálni, tehát? Ne. Mi folyik ki? Jöttünk is táncolni nekünk. Én már csak a nagymamát vártam. Igazság szerintem ez 10 millióból az egy. Jó volt. Jó barátom. Minek barát, hogyha van innen. Ez volt a kész átverés. Igazából egy feleses. Na jó, tapsoljuk meg a hőséget. Egyébként ettől féltem legkevesebb, és akkor muszáj össze. Igen, de gondoltam, hogy nem fog, mert így a normál. Istenem. A forgatási helyszínt a Fáklyaklub biztosította. Sebestyén Balázst a Tom Taylor öltöztette.